és hogy mit is kínálunk, mit is adunk azoknak, akik a nemzet fiatal ösztöndíjasaiként kapnak ma elismerést, kapnak ma ösztöndíjat. Ez azt jelenti, hogy egy 1 millió forint összegű támogatást fognak kapni ezek a fiatalok. Ez az 1 millió forint összegű támogatás egy általunk kezdeményezett törvénymódosításnak köszönhetően személyi jövedelemadótól mentes. Tehát ez azt jelenti, hogy nem kell utána a személyi jövedelemadót sem fizetni. Ez még nagyobb mozgásteret jelent. És ezzel az 1 millió forinttal bízunk abban, hogy tudunk valóban segíteni akkor, hogyha a hangszervásárláshoz kell segítség, akkor is most konkrét példákat mondok, hiszen ezeket mind-mind személyesen is tudom, hogy van, akinek ahhoz kell, hogy a felkészítő tanárnak tudják a fizetését vagy a javadalmazását ebből az összegből elteremteni. Volt olyan is a korábbi ösztöndíjasaink között, aki külföldi tanulmányaihoz kapott támogatást, hogy az utazásra tudja ezt az összeget a család felhasználni. Tehát mind-mind ezek olyan befektetésekhez adott támogatások, mind-mind olyan befektetéshez adott hozzájárulások a mi részünkről, amit én úgy látom, hogy a lehető legjobban, a leginkább kamatozó módon tudnak ezek a családok valóban rátok a tehetséges gyermekeikre fordítani, hiszen azt hiszem azzal mindannyian találkoztok, hogy a tehetséges gyerek az adott esetben drága hobbi is tud lenni a családnak, úgyhogy sok kiadással tud járni, ezeket a terheket, ezeket az anyagi kiadásokat is igyekszünk csökkenteni az elismerésünk mellett, ami a tehetséges gyermekeknek szól.